Az immár európai oltalom alatt álló szabolcsi alma, különleges chili szószok és fűszerek, mézek, valamint különféle biokészítmények is megjelentek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara helyi termékeket bemutató eseményén. A Nyíregyházán kiállított, több esetben megkóstolható vagy megvásárolható árukban az volt a közös, hogy azokat szabolcsat már beregi, illetve észak-kelet-magyarországi termelők készítették. Ezek népszerűsítését és a régió termelőinek piacra jutásának segítését tűzte ki célul az Agrárkamara és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat közös rendezvénye. Itt olyan emberek, olyan gazdálkodók, termelők találkozhatnak, akik azonos érdekeltségűek, illetve azonos érdekek abban valósulnak meg, hogy élelmiszer alapanyagot termelnek, de ki mást lehetnek ezek állatok, vagy zöldség, gyümölcs, vagy akár a gabonafélék. Én azt gondolom, hogy itt mindenki egy olyan információhoz juthat, vagy az előadáson keresztül, illetve a beszélgetések folytán, hogy azért megszólítsák egymást, amikor olyan információk, tanácsokat, jobbító szándékok, figyelemfelhívásokat hallhatnak egymástól, a gyakorlatból főleg merítve, amihez más közösségben nem juthatnak hozzá. Az eseményen kihangsúlyozták, nagyon fontos erősíteni a rövid ellátási láncot, és tudatosítani a vásárlókban azt, hogy a helyi javakból előállított élelmiszerek a legbiztonságosabbak. Pleva György, a Nébih élelmiszer és takarmánybiztonsági igazgatója azt mondta, a tavalyi rendkívül aszályos év után nagyobb szükség volt külföldi alapanyagokra, ezeket azonban a hivatal minden szükséges vizsgálatoknak alávetett. Az idei termés mennyiség és minőség ugyanakkor sokkal nagyobb nyugalomra ad okot. Sajnos vannak olyan hatások, tavalyi időjárás is, ami gabonaválságot okozott, ami szükségesé teszi azt, hogy a magyarországi önállásra berendezkedett piacunkat külföldi termékekkel is feltöltsük. Ez ránk a magyar hatóságra is nagyon nagy terhet ró, mivel ezeket a termékeket sokkal intenzívebben kell ellenőriznünk, oda kell figyelnünk, hogy mindenféleképpen egészséges, ártalmatlan termékek kerüljenek, és éppen ezért a tavalyi és az idei évünk is azzal telt, hogy például a külföldről Magyarországra áramló gabona minőségét, biztonságosságát ellenőrizni tudjuk. De az idei év úgy tűnik, hogy megoldja ezt a problémát, és ismét el tudjuk látni magunkat a szükséges alaptermékekkel, sőt Magyarország ezen túl még jelentős exportra is képes lenne, gabonából, sertéshúsból, baromfiból, mézből, tehát a legtöbb alaptermékünkből. A termék bemutatóval egybekötött tanácskozáson elhangzott, a helyi termékek piacra jutásának korlátozása ellen nemrégiben egy új jogszabály is érvénybe lépett. Ez arról szól, hogy a közétkeztetésben idén 60%-ra, jövő évtől pedig 80%-ra emelik a helyi termékek kötelező használatát, tovább segítve ezzel a hazai termelők piaci helyzetét.